Köszöntöm kedves nézőinket! Egyre nagyobb problémát jelent Ferencvárosban az illegális szemétlerakás, a közterületfelügyelők pedig ennek megfelelően keményen fellépnek a szemétlerakókkal szemben. A mai biztonsági zónában többek között arról is szó lesz, hogy milyen következményei vannak az illegális szemétlerakásnak. Tartsanak velünk! Ferencvárosban évek óta roppant komoly gondot okoz az illegális hulladékkihelyezés, és egészen 2016 év végéig a jogalkotó csak részben adott eszközt a közterületfelügyelet kezébe ahhoz, hogy ez ellen hatékonyan fel tudjon lépni. Ahogy mondtam, egészen a tavalyi év végéig kizárólag olyan lehetőségünk volt, hogy akár helyszínen, akár kamerán keresztüli illegális hulladék elhelyezés észlelése esetén szabálysértési eljárást kezdeményezhettünk, illetve a hulladék elszállítása iránt intézkedhettünk. 2017. januárjától a közterületfelügyelő a jogszabályi feltételek megléte esetén helyszíni bírság kiszabására is jogosult illegális hulladék elhelyezés észlelése esetén. Dr. Bondor Zsóka elmondta, hogy a jogszabály változással egy időben a Ferencvárosi Közterületfelügyelet belső irányítási rendszerét is átstruktúrálták. Azt jelenti, hogy az önálló irányítás alá került térfelügyeleti szolgálat keretein belül így nagyobb hangsúlyt tudunk fektetni a kamerán keresztül észlelt szabálysértések elkövetését követően az azonnali helyszíni reagálásra. Ezt a gyakorlatban úgy kell elképzelni, hogy a kamera figyelését ellátó dolgozó, hogyha a köztisztasági szabálysértés elkövetését észleli a kamerán keresztül, akkor telefonon nyomban értesíti a közterületen szolgálatot teljesítő járőrt. Ez a járőr ilyenkor mint egy azonnali reagálású egységként funkcionál, és a helyszínre sietve megkíséri tetten érni, illetőleg helyszíni intézkedés alá vonni az elkövetőt, és vele szemben helyszíni bírságot kiszabni. Ez a módszer a belső és a külső szolgálatot ellátó dolgozók minél hatékonyabb együttműködésével egyre hatásosabbá válik. Csak április hónapban ilyen módszerrel 4 alkalommal sikerült helyszíni bírságot kiszabnunk, összesen 105 ezer forint értékben. Dr. Bondor Zsóka beszélt arról, hogy milyen esetekben van lehetősége helyszíni bírságot kiszabni a közterület felügyelőnek a szemétlerakóval szemben. Helyszíni bírság kiszabására nem csupán a közterület beszennyezése, hanem a közterületen történő hulladék elhelyezés esetén is lehetőség van. A helyszíni bírság összege 5000-től 50 ezer forintig terjedhet. Ennek a mértékét a felügyelő mindig egyedi esetben mérlegeli. Ha például csupán egy szemetes zsákot helyez el az elkövető, akkor nyilván kisebb összegű bírság kerül vele szemben kiszabásra, míg hogyha nagyobb mennyiségű hulladék elhelyezése történik, akkor a maximális összeg felé közelít ez a bírság. Ebben az esetben feljelentés nem születik, akkor viszont, hogyha az elkövető tettenérése bármilyen oknál fogva nem valósulhat meg, akkor a korábbi metódusnak megfelelően a felügyelet továbbra is vagy a helyszíni intézkedés során jegyzőkönyvet vesz fel és fényképfelvételeket készít a hulladék elhelyezéséről, vagy a térfelügyeleti kamerák képét kimenti, és azok csatolásával kezdeményezi a szabálysértési eljárás lefolytatását. Ilyen esetekben is többféle intézkedést teszünk annak érdekében, hogy az elkövető személye beazonosítható legyen. Kameráinkon keresztül minden esetben megkíséreljük lekövetni az elkövető mozgási irányát, akár ez több térfelügyeleti kamera használatával is megvalósulhat, illetve még könnyebb az eset, hogyha gépjárművel történik az elkövetés, hiszen akkor kamerán keresztül, vagy akár helyszínen készített felvétel alapján a gépjármű rendszámának lekérését követően az üzemben tartó, illetve a tulajdonos adatait is a szabálysértési hatóság rendelkezésére bocsáthat. Dr. Bondor Zsókát arról is kérdeztük, hogy hány darab kamera segíti jelenleg a Ferencvárosi Közterület felügyelők munkáját a kerületben. Önkormányzatunk megbízásából a Ferencvárosi Közterület felügyelet jelenleg egy 105 kamerából álló térfelügyeleti kamerarendszert üzemeltet. Észlelve a illegális hulladék kihelyezés elszaporodott voltát, ezek közül az állandó térfelügyeleti kamerák közül többet is kifejezetten olyan helyszínekre irányítottunk, amelyek illegális hulladék elhelyezéssel fokozottan fertőzöttek. Ezen túl felügyeletünk további 4 mobilkamera kihelyezéséről is gondoskodott, amelyek ugyancsak olyan területekre fókuszálnak, ahol az átlagosnál gyakrabban történik illegális szemétkihelyezés.
Dr. Bondor Zsóka elmondta, hogy milyen feladatokat lát el a Ferencvárosi Közterület felügyeleten belül létrehozott úgynevezett hulladékkommandó. A helyszíni bírság kiszabásának másik bevett módszere gyakorlat a felügyeletünkön, a hulladékkommandó néven elhíresült járőrpáros, aki a nagyobb mennyiségű hulladék kihelyezésekre specializálódva ezeknek az elhelyezését figyeli, nyomon követi, akár lakossági, akár egyéb információk alapján megkíséri a tettenérést, és ezt követően ugyancsak helyszíni bírságot szab ki. Ez a módszer is elég hatékonynak tűnik, a járőrpáros munkájának köszönhetően április hónapban 3 alkalommal került sor helyszíni bírság kiszabására, és mindhárom esetben a maximális 50 000 forintos összeget szabták ki kollégáink. Azt mondhatom, és ez a saját tapasztalataink, illetve a társszerveink visszajelzése alapján is igazolható, hogy a térfelügyeleti kamerák jelenléte egy erős visszatartó erőt jelent az illegális hulladék elhelyezéssel szemben, hiszen a hatóság figyelő szeme alatt nagyobb bátorság kell a jogsértő cselekmények elkövetéséhez, és ezt nem mindenki vállalja be. Ugyancsak egy erősebb visszatartó hatást várunk ettől a helyszíni bírság kiszabási gyakorlattól is, hiszen az köztudomású, hogyha a szankció ilyen gyorsan, ennyire hamar az elkövetést követően éri a szemét, akkor annak jóval nagyobb a preventív szerepe, mint hogyha hónapokkal később az eljárás lefolytatása után érkezne meg a büntetés. Megkérdeztük Bondor Zsókától azt is, hogy mennyire együttműködőek az illegális szemétlerakáson rajta kapott elkövetők. Az elkövetők jó részt együttműködőek, ilyenkor elismerik a cselekmény elkövetését, hogyha már ugye a tettenérés megtörtént. A helyszíni bírság szelvényt többnyire aláírják, azokban az esetekben szokott ez problémát okozni, hogyha nagyobb mennyiségű hulladék kihelyezés történik, olyankor próbálják megmagyarázni az elkövetők, hogy ők úgy gondolták, hogy nyomtalanítási időszak van, illetve hogy más megbízásából cselekedtek, valamint ami egy rendkívül elszaporodó gyakorlat, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetek mellé történik hulladék kihelyezés, ugyanis a köztudatban valószínűleg tévesen él az a képzet, hogy a hulladékgyűjtő szigetek mellé kihelyezett hulladéknak ott létjogosultsága van, holott az ugyanúgy köztisztasági szabálysértést valósít meg, mint hogyha ezt máshol helyeznék el közterületen. Ferencvárosi Közterület felügyelet a nap 24 órájában várja a lakosság bejelentését a zöld számos telefonvonalán, ezért felhívom kedves lakóink figyelmét, hogyha illegális hulladék elhelyezést észlelnek, akkor nyomban tárcsázzák a zöld számot, ezzel is segítve a mi munkánkat, és ezzel is együttműködve egy élhetőbb, tisztább Ferencváros megteremtéséért.